Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát. Az Ópuszta-szeri pizzanap keretein belül a huszárok életébe is betekintettek, és a vállalkozó szellemű gyerekek a szabjavívás fortéjait is elsajátították. Stábunk a részletekről Cinkóczi Jánost kérdezte. Itt vagyunk Ópuszta-szeren, ahol a faluházban tartottak egy pizzanapot. Ennek keretein belül találkoztunk Cinkóczi Jánossal, hagyományőrző huszár hadnaggyal, aki a Majsi Kiskun Huszár Bandériumnak a tagja. Kérlek, mesélj erről a programról, amit itt tartottatok. Ez a program már most több éve megrendezésre kerül itt, és mi most először vagyunk itt ezen a pizzanapon, és örömmel tettünk eleget annak a felkérésnek, amit kaptunk Varga László Nitecától, illetve Andódi Olgától, hogy jöjjünk el és próbálkozzunk meg itt egy kis bemutatóval, hogy mégis milyen lehetett a huszároknak az élete. Elhoztuk a ruháinkat, hoztunk fegyvereket, hoztunk egy nyerget, illetve lehetőséget biztosítunk arra a gyerekeknek, hogy ha van kedvük, akkor a szabjavívásnak a tudományába egy picit bele tudjanak lesni, és egy pár alapfogást el tudjanak sajátítani. Mióta működtek itt Ópuszta-szeren, mint egyesület? Én 15 éve költöztem ide Ópuszta-szerre, és mint egyesület itt Ópuszta-szeren nagyjából egy olyan 10 éve próbáltam meg egy kicsit újjászervezni a Majsai Kiskun Huszár Bandériumot. Eredendően egy Kiskun Majsai Bandériumról van szó, ott született az ötlet. Hát ez most már olyan 16-18 évvel ezelőtt egy néhány barátommal együtt kitaláltuk, hogy próbáljunk meg egy ilyen bandériumot csinálni. Maga az alapötlet az egyébként Kis Károlynak és Dobó Szilveszternek köszönhető. Ők kerestek meg többek között engem is, és így lettünk mi 10 alapító tagok ebben a bandériumban. Ennek már most 15-6-8 éve. És milyen felszereltséggel rendelkeztek, milyen hagyományőrző eszközeitek vannak? Ha az egyenruhánkat tekintjük, akkor mi a Nádor huszárezrednek az egyenruháját viseljük. Ez egy, mondhatjuk azt, hogy replika a ruhák. Az eredeti mintájára készült bélelt posztó nadrágok, zubbonyok, menték. Ebből van az egyesületnek 12 darab, ez ilyen úgynevezett búzavirágkék egyenruha. Talán sokan mondják, hogy pici hibája van az egyenruháknak, hiszen mindegyiknek tiszti zsinórozása van. Ezt mi testi épségünket óvja, vigyázunk egymásra, a zsinórozásnak védelmi szerepe volt valamikor, és mi azt szerettük volna, ha egyetlen egy tagunk se sérül. Ezen kívül szabjáink vannak, ebből van többféle típusú. Az egyesületnek van, illetve az egyesületnek, Szilveszternek személy szerint van egy 48-as tiszti szabjája is, amit használtak valamikor a 48-as szabadságharcba. A többi fegyverünk az inkább már modernebbek, új keletűek. Igyekszünk pályázati pénzből beszerezni olyan eszközöket, amik minél jobban hasonlítottak azokhoz az eszközökhez, amiket használtak annak idején a Nádor huszárok. Van egy előtöltős fekete lőporos karabélyunk, ez is már sajnos nem régi, hanem új, de teljesen jól működik. És ezzel az egyesülettel hol szoktatok így mutatkozni? Maga az egyesület nagyon sokrétű. Szoktunk foglalkozni magának a huszáréletnek a bemutatásával, szoktunk foglalkozni huszárkarüsszeleknek a bemutatásával, de szívesen vállalunk el sok-sokféle más olyan eseményen való részvételt is, ami összhangba hozható a huszársággal. Volt itt felkérésünk már, operettgárán szerepeltünk, különböző filmekben szerepeltünk, mondhatnám ide akár a Hídembert, akkor nagyon sok falunap volt annak idején, amikor az egyesület alakult. Ma már egyre kevesebb a rendezvény sajnos, ahová el tudunk jutni. Ennek az oka általában a szállítási költségek, illetve a lovaknak a költségei.
amik gátat szabnak annak, hogy nem minden rendezvényre tudunk elmenni. Hány fője van ennek az egyesületnek itt Ópusztaszeren? Itt Ópusztaszeren körülbelül 9-en vagyunk. A teljes tagsága az egyesületnek az 18-20 fő, ez azért időnként változik, attól függően, hogy ki hogy ér rá, ki mennyire tud az egyesületnek az életében aktívan részt venni. Ha azt nézem, hogy területileg honnan valók az egyesületnek a tagjai, akkor mondhatom azt, hogy Budapest, Kalocsa, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Ópusztaszer, illetve szegediek is vannak még köztünk. Miért pont ezt a történelmi szakaszt választottátok? Az, hogy a huszársággal szeretnénk foglalkozni, az adott volt már az alapításkor, és azért pont ez a szakasz, és azért pont ezt a Nádor huszár ezrednek az egyenruháját választottuk, mert azon a környékről, Kiskunmajsa és annak a városnak a környékéről a legtöbb legényt toborozták a Nádor huszár ezredbe, illetve ami még egy nagyon fontos tényező, hogy Lengyelországból ez a huszár ezred volt az, aki hazatért a legnagyobb létszámmal, szinte teljes létszámmal haza tudtak térni. Rönkúzó verseny ország és határok nélkül elnevezésű versenyre kerül sor április vége felé Sziget-Szent Miklóson, melyen Gémes József is részt vett. Az itt elért eredményeiről, valamint a nyári terveiről a kisteleki rönkúzó számolt be. A Sziget-Szent Miklósi nemzetközi rönkúzó versenyen a kisteleki Gémes József is megmérettette magát, valamint lovait. Hogy teljesítettek ezen a versenyen? Hát az idén harmadik alkalommal vettem részt ezen a Sziget-Szent Miklósi rönkúzó versenyen. Hát az őszinteséget bevallva, az idén a lovaim nem a legjobban teljesítettek, mert koratavasszal az egyik lovamat, amivel két versenyen már részt vettem, azt eladtam, és volt otthon tartalékban, mondjuk így, egy 3 éves csikom, és azt fogtam össze a nagy lóval. Hát az ügyességi feladatot azt megcsinálták, úgy, ahogy én szerettem volna, de a rönkhúzásba meg a szánkóhúzásba nem a legjobb formájukat hozták, mivel hogy nincsenek még úgy összeszokva, mint ahogy kellett volna, de szerettem volna mindenféleképpen ezen a versenyen részt venni. A Sziget-Szent Miklósi rendezvény az egy hatalmas, országos, inkább nemzetközi rendezvény volt. A verseny lehetőség mellett mivel tudta ott az ember elfoglalni magát? Hát ez valójában így van, ezt, ahogy mondottam is az előbb, hogy harmadik éve van ez a verseny Sziget-Szent Miklóson. Ezt egy román illető szervezte meg, úgy mondom inkább, hogy egy székelyföldi ember, de nagyon jó indulatú és szeretettel, nagy szeretettel várt mindenkit, és nem is voltak gondok most a pontozásokkal, meg az időméréssel, mint tavaly volt ebből egy kis gond. Szívesen fogadott bennünket, ételt, italt kaptunk, és ami nem utolsó sorban az úti költségünket is kifizette. És ezúton is szeretném megköszönni a szívességét neki. És még volt egy nagyon szép rendezvény a nap végén, a Lovas Színház volt ott, Pintér Tibor hozta el a csapatát, és nagyon szép bemutatót tartott. Hát sajnos a végét nem tudtuk megnézni, mert jönnünk előtt hazafelé. Mit kell tudni ezekről a lovakról, amelyeket most Sziget-Szent Miklósra is elvittél? Ezek direkt rönkhúzó fajták, mondjuk így, vagy pedig úgy edzettette őket ki? Hát ezek a lovak, ezek magyar hidegvérű lovak, a többieknek is ilyen lóval jöttek. Ezek születésüktől fogva ilyen testtel rendelkeznek, ezek van, amelyik példány meghaladja 8-900 kilót is. Hát ezeket pici koroktól kell velük foglalkozni, úgymond nálam fél éves koruktól voltak ott a csikók, és kezdtem velük foglalkozni, mindig egy kicsit nagyobb súlyt raktam rájuk, és így szépen rá lehet a lovat vezetni arra, hogy ez lesz neki a feladata. Egy ilyen rönkhúzó versenyt hogy képzeljünk el? Például milyen nehéz egy rönk, és azt hogy kötik a ló után? Hát ezek a rönkök, van olyan, ami 400 kiló, 4 méterre hosszú szokott általában lenni, de vannak olyan rönkök is ebből, hogyha kemény fába gondolkodunk, mondjuk a cserfa, az 800 kiló szokott ez a 4 méteres lenni, és van rajtuk csatolánc, van rajta egy bevágás, hogy a lánc az ne bírjon róla lecsúszni, meg hogy baleset ne származzon ebből. A lovakra pedig úgymond hámfa van,
rászerelve, és ez egy ilyen gyors csatlakozószerű kampóval működik, hogy a láncot beakasztom, és hogyha elhúzta a rönköt, akkor egyből ki lehet oldani. Melyik a következő verseny, amelyen te, illetve a lovaid szeretnétek részt venni? Hát most én több versenyre az idén nem tudok menni, azaz, hogy még nem hívtak, nem tudok róla, hogy szerveztek volna, de én szeretnék most augusztus 20-án itt Kisteleken a második délalföldi rönkhúzó versenyt megcsinálni. Úgy tűnik idáig, hogy jönnek Romániából, Szlovákiából, és itt gondolom az Alföldről is lesz egy pár fogat, tehát számolok egy 10-12 fogatra legalább, és reménykedek abba is, hogy egy jó műsort fogunk összeállítani. Gondolataim már vannak, és szeretnék még egy úgymond, ennek az a foglalkozása, hogy suttogó, egy hölgy, 4 lóval dolgozik, és nem szól hozzájuk, csak csak irányítsa őket kézzel. Szeretném őt meghívni erre a bemutatóra, meg a versenyre is. Május 20-án a Szivárvány óvodában gyereknapra került sor, ezen alkalomból a gyerekek ebéd után fagyizhattak, illetve egy mesés színjátékot is megtekinthettek. Erről, valamint a közelgő ballagásról Huszkáné Tóth Ildikó beszélt. Gyereknapot szerveztek itt a Szivárvány óvodában. Milyen programokkal készültek a kicsik számára? Hát mivel ez már évek óta egy tulajdonképpen tradicionális időszak ez a gyereknapvárás, meg a gyereknap, így olyan programokkal várjuk a gyerekeket, ami már megszokott, tehát amit szeretnek, meg várnak. Imádnak ugrálóvárazni, vagy légvárazni, hát ezt most is tudtuk nekik biztosítani szerencsére. Különféle kézműves programokkal várjuk ilyenkor a gyerekeket kitelepülve a játszótérre, ami az óvoda háta mögött van, tehát arra a városi játszótérre. Ott különféle nyakláncfűzés, arcfestés, virágkészítés, pörgetyűgyártás, tehát ilyen dolgokkal vártuk a gyerekeket, ilyenekkel készültünk, és emellett, hogy megmozgassuk még pluszba őket, ne csak üljenek, az ugrálóvár mellett volt lehetőség arra, hogy minden gyerek kellőképpen átmozgassa magát, egy sportpályát alakítottunk ki, vagy egy ilyen akadálypályát a gyerekek számára, ott szintén kiélhették mozgásigényüket, majd ezután a kellemesen eltöltött órák után mindenki megebédelt, ebéd után pedig várta őket Darabos Gábor fagyizója itt szemben az óvodával, ott minden gyerek kapott fagylaltot, és ezután pedig egy kulturális program következett, az óvónénik előadásában és óvóbácsik előadásában megnézhették a gyerekek a Kacór király című mesét. A Kígyó gyógyszertár rajzpályázatot hirdetett gyerekeknek. Készülnek már a művek? Hogy fogadták a gyerekek ezt a kezdeményezést? Az az igazság, hogy a héten nagyon el voltunk foglalva a gyereknapi készülődéssel, de tudnak a gyerekek róla, tehát lelkileg már felkészültünk rá, hogy ilyen jellegű munkák szülessenek, tehát beszéltünk róla. Ugye egyrészt a gyerekek az egészséghéttel, meg az egészséges életmóddal, kirándulással, egészséges ételekkel kapcsolatban sokkal többet találkoznak, mint általában szerintem egy másik óvodában, mert nálunk ugye egészséghetek vannak, ez egy az egészséges életmód, a mozgás nálunk fő profilunk, és ezért is talán kicsit könnyebb is ehhez a témához közelebb kerülnünk, és a gyerekek már tudnak arról, hogy ilyen jellegű műveket szeretnénk készíteni, vagy készítetni velük, és mindenkiben megfogalmazódott már azért általában, hogy mit szeretne majd készíteni, milyen produktumot. Milyen programok lesznek a közeljövőben a Szivárvány óvodában? Hát már itt május végén tulajdonképpen a gyereknap után a ballagás az, ami a legnagyobb ünnepség, ami vár ránk. Hát ez leginkább a nagycsoportosokat érinti. 28-án lesz idén, délelőtt 9 órakor kezdődik a ballagási műsor. Két csoportot érint igazából, a nagy csoportot és a vegyes csoportot, mert onnan ballagnak gyerekek, és persze a középső csoportot, aki majd elballagtatja őket, és ez mindig egy kicsit
nem csak hogy az ünnepléssel kapcsolatos, hanem egy ilyen felemelkedett hangulatban van, mert ilyenkor gyönyörűen feldíszítjük az óvodát virágokkal, azokkal a virágokkal, amit a szülők szoktak behozni, és egy kicsit az embernek a lelke is elszorul, mert azok a gyerekek mennek el, akik már a legügyesebbek, a legnagyobbak tőlünk, de persze sokkal nagyobb, vagy ugyanilyen nagy szeretettel várjuk azokat, akik majd bejönnek, az újonnan bejövő kicsiket. Már az ő névsoruk is megvan, ki van függesztve a kapukra, tehát a szülők is megnézhetik azt, hogy kik lettek felvéve az óviba és melyik csoportban. A Kipkop Gyerekházban az elmúlt hetekben több rendezvényre is sor került, ilyen volt például az Epres vagy a Madaras Hét. Az elmúlt időszakról, illetve a 28-án megrendezése kerülő gyereknapról Rácz Zoltánné Bukor Anita mesél stábunknak. Mozgalmas időszakot éltek át a Kipkop Gyerekházba járó gyermekek. Milyen programokkal kedveskedtetek a gyerekeknek májusban? Hát május már igazán a tavasz hónapja, és szerettünk volna minél színesebb programokat mutatni a szülőknek, meg a gyerekeknek is. Úgyhogy a szezonális, ami éppen az adott héten volt dolog, arra próbáltunk mi is fókuszálni, ezért volt epres hetünk, amikor az epret lehetett nem csak megkóstolni, de sok minden barkácsoltunk is belőle. A gyerekek készítettek különböző technikákkal epres dolgokat, szórhattak, festhettek, ragaszthattak, úgyhogy igazán incsiklandó dolgokat készítettek ők is, de mi is a konyhában, úgyhogy, és ezt az epres vonalat, amíg csak eper van, addig még szeretnénk majd tovább vinni, és akár nem csak az epres tiramisú, amit sok mindenki láthatott és kóstolhatott is, hanem akár majd eper szörpöt is fogunk készíteni, ha már az eper kezdi a végét járni. Aztán emellett voltak madaras heteink is, hiszen most már itt vannak a költöző madarak, úgyhogy fogadtuk a kisfecskék, illetve a gólyákat, készítettünk egy madárfészek tortát, és abba beköltöztettük a gólyát, amit mi készítettünk. Úgyhogy a héten pedig próbáltunk a gyógynövények irányába is egy kicsit kitekinteni, és emiatt nagyon sok gyógynövény vesz körül bennünket, ugye itt az időszaka az akác virágzásának, de most már a bodza is virágzik, és mi még egy másik gyógynövényt, a zsáját is behoztuk a gyerekházba, ezekből szörpöket készítettünk, amit mindenki nagyon nagy érdeklődéssel nézett, hiszen nem gondolták, hogy ennyi fajta gyógynövény van, ismert a bodza, de az akácot sokan nem tudják, hogy abból is milyen finom dolgokat lehet készíteni, illetve a zsája egy olyan gyógynövény, amelyet mindenkinek ki kell próbálni, mert nagyon ízletes, nagyon finom és nagyon jótékony hatásai is vannak. Volt még egy nagyon izgalmas hetünk, a méhek világnapjához kapcsolódóan mi is tartottunk egy méhecskés hetet, ahol szeretnénk külön megköszönni Kothenc Pál méhésznek a közreműködését, aki nagyon sok eszköz biztosított nekünk, hogy a gyerekek kipróbálhassák, hogy milyen is egy méhecskének, illetve egy méhésznek az élete. Nézhettünk műlépet, kóstolhattunk lépes mézet, propoliszt is megkóstolhatták az itt lévő gyerekek, felvehették azt a sisakot, amiben a méhészek megközelítik a méheket, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek egy hatalmas élmény volt, nagyon, nagyon izgatottan nézték, hogy is készül, hogyan készítik a méhek a mézet, hogy milyen is egy műlép, de milyen egy igazi lép, tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó sikerült ez a méhecskés hetünk is, és ennek kapcsán is természetesen készítettünk sok-sok mézes finomságot, és a gyerekek barkácsolhattak méhecskéket is. Mindemellett természetesen minden héten itt van velünk Szélné Bradadovics Detti, akinek a zenés foglalkozásai elvarázsolják mind a szülőket, mind a gyerekeket. Amikor csak tud, akkor hetente kétszer jön hozzánk, és az élő hangszerekkel, a hegedűvel, az ukulelével és a saját énekhangjával elvarázsol bennünket, úgyhogy ez a továbbiakban is így fog folytatódni, és nagyon várjuk majd ezekre a foglalkozásokra is a gyerekeket, meg a szülőket. Milyen rendezvények lesznek még itt a Kipkop Gyerekházban a közeljövőben? Hát a legközelebbi rendezvényük az május 28-án szombaton délután 3 órakor fog kezdődni, a saját gyereknapunk, amit a múzeumkertbe fogunk idén megrendezni. A közösségi programjaink legtöbb része most már a múzeumban fog lezajlódni, és természetesen sok-sok színes programmal várjuk majd az odalátogató családokat, biztosan, hogy lesz majd egy bábjáték,
amelyet majd 16:30-tól tudnak megtekinteni majd a szülők és a gyerekek. Kézműves foglalkozásokat, kisebb akadályversenyekkel várjuk az odalátogatókat, úgyhogy reméljük, hogy az időjárás is velünk lesz, és egy nagyon szép napot tudunk majd a múzeumkertben együtt eltölteni. Jó napot kívánok, Gubáni Jó Enikő címzetes rendőrőrnagy vagyok, és a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt napokban történt eseményeket fogom ismertetni. Nem tartott megfelelő oldaltávolságot annak a járműszerelvénynek a vezetői, aki 2016. május 27-én a reggeli órákban jobbról kívánta megelőzni az előtte haladó, balra kanyarodni szándékozó és forgalmi viszonyok miatt álló személygépkocsit Kistelek belterületén. A megfelelő oldaltávolság hiánya miatt a járműszerelvény pótkocsija érintőlegesen nekiütközött a kisteleki férfi által vezetett személygépkocsi jobb oldalának. A balesetben személyi sérülés nem történt, a járműben dologi kár keletkezett. Az intézkedő rendőr az okozó jármű vezetőjét helyszíni bírsággal sújtotta. Egy kisteleki lakos hagyta figyelmen kívül az elsőbségadás kötelező jelzőtáblát, ugyancsak 2016. május 22-én a reggeli órákban Kistelek belterületén, mivel úgy kanyarodott balra nagy évben a 5-ös számú főútra, hogy nem adta meg az elsőbséget a védett úton, a helyszín adatai alapján szabályosan közlekedő járműnek. Az ütközés során itt sem történt személyi sérülés, a járművekben dologi kár keletkezett. Az intézkedő rendőr az okozó jármű vezetőjét ez esetben is helyszíni bírsággal sújtotta. Szinte egész évben találkozhatnak az utcán kisebb-nagyobb csomagokkal házaló kereskedőkkel, akik különböző árucikkeiket próbálják kedvező, vevőcsalogató áron eladni. Leggyakrabban ágyneműt, ruházati termékeket, kéziszerszámokat, evőeszközöket árulnak, kínálnak, amelyeket a mindennapokban használunk. Jellemzőjük, hogy többnyire az utcán szólítják meg a potenciális vevőket, de becsengetnek házakba, lakásokba is. Nagy a kísértés, hiszen rendkívül kedvező áron árulják portékáikat, melyek minősége azonban sok esetben silány. A vásárlást követően szinte semmi esélye nincs annak, hogy újra felbukkannak környezetünkben az árusok, így cserére vagy panaszra nincs lehetőség. Különösen veszélyes, hogy az idegen személyek különböző indokokra hivatkozva bekéreckednek a lakásba, házakba, majd a kiszemelt értéktárgyakkal vagy készpénzzel együtt távoznak. Semmiképpen sem a házalók szeme előtt vegyék elő megtakarított pénzüket. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az általuk nem ismert személyeket, árusokat a bezárt ajtón kívül várakoztassák. Ha van rá lehetőség, akkor tájékozódjanak a látogató kiléte felől, vagy gyanús esetben hívják a rendőrséget. Köszönöm figyelmüket! Két alkotótábort is indít a nyáron a Kistelki Alapfokú Művészeti Iskola azon emberek, illetve gyerekek számára, akik szeretnének a festészettel jobban megismerkedni. A részletekről stábunk Szombathelyi Árpádot kérdezte. Az idei nyár folyamán két darab művészeti alkotótábort is indít a Kisteleki Művészeti Iskola. Mikor lesznek ezek pontosan és hol lesznek? Igen, az indítás rögtön kicsit átfogalmazom, hogy folyamatosan szervezünk már évek óta alkotótáborokat,
és az egyik, ami ismertebb, az a Szentegyházai alkotótelep, ez 16 éve van már, és ennek az idei időpontja július 14-24 közötti intervallumban 10 nap. Ennek a díja 55 ezer forint szállással és napi 2 étkezéssel együtt, és megszoktuk kapni az önkormányzat kisbuszát, aminek a díja személyenként 24 ezer forint, így aztán egy elfogadható ár jön ki. Ez, hogyha turista busszal történik, és túraút 5 napra, akkor ugyanennyi körülbelül, tehát azért az alkotótelep az sokkal olcsóbb. És olyanok is jelentkezhetnek, mint ahogy eddig is, akik nem festenek és nem rajzolnak, csak kirándulnak. Szentegyháza a Hargita déli lábánál van, és gyönyörű környezet, patak-patak hátán, hegy-hegy hátán, hogy így mondja. És tulajdonképpen 10 napot eltölteni a gondtalanságból, hogy semmit nem kell csinálni, az egy nagy csoda. Elmegyünk különben nagyobb kiránduló helyekre is, de legfőképpen a természeti helyeket szeretjük mi, és a kis falvakat, úgyhogy a kirándulásainkban is ezeket célozzuk meg leginkább. Most az idén Székelyvarság lesz a kirándulásunk célja. Akár 2 napot is eltölthetünk ott persze, úgyhogy oda megyünk és visszamegyünk aztán Szentegyházára, és aki nem fest, az gyalogolhat a 3 székelyvarsági település között kedvére, a hegyekben, akár le is heverhet a legelőn, vagy akár az erdőben, vagy a patakparton eltöltheti az időt. Én nagyon ajánlom, van még lehetőség jelentkezni. A itteni tábor az csak gyerekeknek szól, ez a Balástyai Alkotóházamban szokott lenni, ez is már legalább egy 15 évre tekint vissza, és mindjárt eszembe jut június 20 és 24 között hétfőtől péntekig. Na most tavaly bentlakós volt Csengelén ez a tábor, de ott most nem kaptunk helyet, és ezért visszavittük az alkotóházba. Ez annyit jelent, hogy reggel 9-kor kell megérkezni a gyerekkel, hát az innen 6 kilométer nem nagy ügy, és délután 5 óráig foglalkozom a gyerekekkel. 10-15 fő az ideális ahhoz, hogy ez jó festőtábor legyen. Ami az érdekesség, hogy azokat a festőeszközöket, amiket a gyerekek számára az első napon odaadok, a végén hazavihetik. Az ára nem sok, napi 3500 forint ezzel az anyaggal és étkezéssel együtt. Ezt május 30-áig kell befizetni és a jelentkezési lapot leadni. Azért érdemes minél előbb jelentkezni, mert ez a 10-15 hely gyorsan beszokott telni. Nagyon jó a gajgonyai környezet is, ahol ez az alkotóház van, és akkor fog nyílni éppen az egyholdnyi levendulás, úgyhogy ajánlom a felnőtteknek is, hogy ha kihozzák a gyereket, akár maradjonak is, és ott nézelődjenek meg, pihenjenek, hogyha van idejük. Akár egész nap kint lehetnek, senkinek sem tiltjuk meg. Hát a festés program fogja kitölteni a nap szinte egészét, egyetlen egy rövid kis gyalogtúra van benne, de ez nem azt jelenti, hogy egész nap festeni kell, szabad lógni is. Tehát, hogyha valakinek nincsen kedve hozzá, hogy egész nap dolgozzon, akkor nyugodtan heverészet nem fog problémát okozni. Aki szeretne jelentkezni, az mivel készüljön, mit kell magával vinnie a táborba? A jelentkezési lapot itt az iskolába lehet mindkét táborra kérni. Az erdélyi táborba jelentkezőket eligazítjuk szóban, de van egy kis írásos információ is. Hát oda elsősorban olyan ruházatot, ami egy hősebb körülményekre is megfelel, mert ugye ott időnként sokkal melegebb van, mint nálunk, és időnként sokkal hidegebb, és ez akár egy 10 napos intervallumba is belefér. Aztán mit kell? Jó kedvet kell hozni. Az itteni táborba pedig semmit nem kell a gyerekeknek hozni, mert ugye reggel jönnek, látják, milyen az idő, úgy tudnak készülni. Rossz időben a műteremben dolgozhatnak, vagy ilyen féltetős beállók vannak. Tehát nem hinném, hogy június közepe táján nagyon hűvös volna. Én azt hallottam, hogy most vége lesz az esős időnek, és június az száraz lesz. Tehát igazából semmiféle külön igény nincsen. Ételt kapnak, ja igen, ez egy fontos dolog, hogyha megreggelizve jönnek el, és nem ott akarnak vacsorázni 5 órakor, még nem szokás, egy ebéddel elütjük azért a napi étkezést, ez benne van a díjban, tehát ezt majd én elintézem, hogy kihozzák, és mindig is így volt, és hát hozhatnak rákcsálnivalót. Nekem is hozhatnak rákcsálnivalót, hogyha úgy gondolják.
Közlekedésbiztonsági napon vettek részt Kistelken az érdeklődők, illetve a már veterán motorosok, ahol szórakoztató programokkal töltötték el a napot. A most következőkben az esemény megnyitóját és Szabó Zsolttal, a Kistelki Rendőrkapitányság vezetőjével készített interjúnkat tekintetik meg. Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent érdeklődőket, résztvevőket és vendégeinket, de engedjék meg, hogy mindenek előtt köszöntsem azokat, akikről ez a mai délelőtt szól, a gépesített járművek kategóriájának legvédetlenebb résztvevőit, a motorosokat. A jó idő beköszöntével a motorok zúgását is egyre gyakrabban és egyre hangosabban hallhatjuk a közutakon, de sajnos ezzel egy időben és ezzel összefüggésben a balesetek száma is megnő. A balesetekben bekövetkezett sérülések átlag felettiek, hiszen a motorosokat nem védik a személygépkocsikra jellemző biztonsági megoldások, mint például a biztonsági őr, bukósisak vagy egyéb energiaelnyelő zónák. A motorkerékpáros baleseteknek számos oka van, de a legfőbb okokat az emberi tényezőkben kereshetjük, ugyanis hajlamosak vagyunk saját teljesítményünket túl, illetve a gépek teljesítményét alulértékelni. A baleseti okokat lehetne még hosszasan sorolni, de legyen ez a mai közlekedési nap arra hivatott, hogy felhívjuk a figyelmet a motoros közlekedés veszélyeire és az elméleti és gyakorlati felkészültség fontosságára. A bevezető után külön köszöntöm a Csongrád megyei főkapitányság bűnügyi főkapitány helyettesét, dr. Rádi Norbert ezredes urat, és Kistelek város polgármesterét, Nagy Sándor urat, valamint Antal Imre plébános urat. Felkérem tisztelt polgármester urat, hogy köszöntse a megjelenteket. Köszönöm szépen, én is hasonló szeretettel köszöntök mindenkit, ezredes úr, kapitány úr, plébános úr, és valamennyien, akik megtiszteltétek ezt a rendezvényt. Először is talán köszönetet szeretnék mondani. Bárki is találta ki, hogy Kisteleken is legyen egy ilyen, annak köszönet jár. Úgy tudom, ebben kapitány úr és Sándor Attila kollégám volt élenjáró, és köszönöm, hogy ti kistelekiek, illetve a környékből eljöttetek erre, és ennek a rendezvénynek valóban adtuk egy olyan szint is, hogy ti magatok is kicsit megmérettetitek magatokat, egy kicsit gyakorolhattok, és tényleg megtudhatjuk azt, hogy jól ülök ezen a motoron. Külön köszönöm a veteránosoknak is, hogy itt vannak. Ők mindig egy szín, hogyha bárhol megjelennek. Motorszerető emberek, azt gondolom, nagyon-nagyon szeretik nézni azokat a járműveket, amik most is itt körbevesznek bennünket. Számomra sem idegen ez a két kerék, annak idején elég sokat motoroztam, de miután egy csengelei kanyarba rámentem éjszaka egy döglött macskára, és alig tudtam a motoron maradni, úgy láttam, hogy itt az idő, nekem ezt abba kell hagyni, mert remegő lábakkal raktam le ott a csengelei bekötőnél a motort, és egy fél óra kellett, mire el tudtam indulni. Nem tudom, értetek-e már meg ilyet, én már megéltem, de az ember szégyen vagy nem szégyen képes ilyenkor megijedni. Aztán voltak még apróbb ilyen történeteim, végül is én a motorozást így abba hagytam, de fantasztikusan imádom mai napig, és biztos vagyok benne, hogy azok, akik itt vannak, azok hasonlóképpen imádják ezt a kétkerekű járművet, fantasztikus dolog ezekkel közlekedni. Ugyanakkor, amire a mai nap szól, a közlekedés mellett a saját és a mások biztonsága, mindenképpen be kell vallani magunknak, hogy nem árt ez nekünk. Nem árt ezt néha egy kicsit akár még tanulni is azoktól, akik ezt jobban tudják, vagy nem árt ezt egy picit ilyen körülmények között gyakorolni, hogy még rutinassabbak, még jobbak legyünk ezen a motoron. Úgyhogy, kedves főkapitány helyettes úr, köszönöm szépen, hogy a rendőrség ilyeneknek is helyt ad. Köszönöm szépen, hogy Kistelek, ez a járás is helyszíne lehet egy ilyen rendezvénynek. És köszönöm szépen, hogy a civileket így módon egy picit nem csak ellenőriztek, hanem tanítjátok is. Adja Isten, hogy máskor is itt lehessenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, polgármester úr, elismerő szavait, és felkérem ezredes urat, hogy a motoros közbiztonsági napot nyissa meg. Tisztelt polgármester úr, plébános úr, kapitány úr, hölgyeim és uraim! Köszöntöm én is Önöket nagy tisztelettel a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság vezetése nevében.
Öröm számunkra ez az együtt gondolkodás, ami immáron Kisteleken is jelen van, és a közlekedés biztonsága érdekében ennyien kívánnak tenni, hiszen ez csak így megy, hogyha összefogunk, és együtt gondolkodunk, és akarunk valamit előrelépni. Ennek indokoltságát számukkal is tudom bizonyítani, illetve más gondolatokkal is. Ha azt nézzük, hogy Csongrád megye útjain 2015-ben személyi sérüléses balesetek 25%-ában a két keréken közlekedő járművezetők voltak az okozók, akkor úgy gondolom, hogy igenis indokoltsága van egy ilyen rendezvénynek. És ha azt nézzük, hogy hosszú téli kihagyás után nem csak a járműveket kell karbantartani és a szezonra fölkészíteni, hanem az emberi tényezőt, a járművezetőt is, akkor pláne szükséges ez a rendezvény. Azt hallom, azt gondolom, hogy inkább gyakorló pályán próbálják ki a reflexeiket, a mozdulatokat, a határokat, és ne kint a közúton, és tanuljanak olyan szakemberektől, akik adott esetben Budapestről jöttek, Sági úrra gondolván, és remélem fog önöknek tudni új portélyokat, új mozdulatokat mutatni. Én bízom benne, hogy ezzel a rendezvényel is hozzájárulunk itt a Kisteleki járásban, ahogy polgármester úr fogalmazott, ahhoz, hogy kevesebb olyan baleset következzen be, amikor nem csak okozó, hanem érintett balesetben a járművezető, a kékeréken közlekedő járművezető. Úgyhogy a mai naphoz az időjárás adott, gyönyörű napsütéses időnk van, a szervezés úgy gondolom szintén adott, az önök jelenléte biztosíték, úgyhogy egy nagyon jó időtöltést kívánok, és a későbbiek során pedig a nyári időszakban a közúton balesetmentes közlekedés és motoros szerencsét mindannyiuknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta, köszönöm polgármester úrnak, hogy támogatta a rendezvényt. Köszönöm szépen ezredes úrnak, hogy megnyitott a rendezvényünket. Nem maradt más hátra, mint hogy ismertessem a mai rendezvény programját, amelyet az IPA Nemzetközi Rendőregylet Magyar Szekciója Csongrád Megyei Egyesülete támogat. Két helyszínen folyik majd párhuzamosan a rendezvény. Az egyik helyszín az, ahol most vagyunk, a Vásártér területe, ahol az Ati Császárné Autós Iskola jóvoltából kreszteszt kitöltésére lesz lehetőség, illetve mozgáskorlátozottak részére kialakított személygépkocsival lehet majd ügyességi feladatot végrehajtani, illetve a mögöttünk található civil házban elhelyezésre került egy motorszimulátor, amelynek kipróbására is lesz lehetőség. Ezúton is köszönjük az Ati Császárné Autós Iskola vezetőjének és munkatársainak a részvételt és közreműködést. A másik helyszín az ipari park bekötő útja a helyiek által jól ismert, hol található a körépület mellett, ahol motoros vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt a vállalkozó kedvű motorosok, amelyet rendőrségi kiképzők koordinálnak majd. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy én is külön köszöntsem a Budapesti Rendőr Főkapitányság állományában szolgálatot teljesítő Sági Tibor vezető oktatót. El kell mondanom, hogy ezen programon való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni itt a sátorban lehet a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság kollégáinál. Itt rendelkeznie kell a motorkerékpár vezetőjének a jogszabályban felsorolt feltételekkel, vagyis érvényes vezetői engedéllyel, érvényes hatósági engedéllyel, vagyis forgalmi engedéllyel, bukósisakkal, és vezetésre alkalmas állapotban kell lenni. A feltételek meglétét egyébként kollégáim folyamatosan fogják ellenőrizni. Mindezek mellett az egész délelőtt folyamán megtekinthetik a Kisteleki autós és motoros veterános baráti kör motorkerékpárjait, külön köszönet a lelkes csapatnak a jelenlétért. Egy tartalmas délelőtt reményében kellemes és hasznos időtöltést kívánunk mindenkinek. Reméljük, hogy mind elméleti és mind gyakorlati tapasztalataik gyarapításához segítséget tudunk nyújtani. Köszönjük szépen! Motoros közlekedésbiztonsági napot szervezett a Kisteleki Rendőrkapitányság itt a Kisteleki Vásártéren. Milyen programokkal várták az érdeklődőket? A mai napi rendezvény, mint ahogy a nevéből is adódik, az a motoros közlekedési biztonsági nap. Így érkeztünk a motorozás köré szervezni ezt a mai rendezvényt,
Itt a rendezvény elsődlegesen a motorosokról szól, ugye? Így a részükre egy motoros vezetéstechnikai tréninget tartanak itt tapasztalt kollégák, motoros rendőrségi kiképzők, akik azt gondolom, hogy meg tudják mutatni azokat az alapvető manőverezési technikákat, vagy esetleg azt, hogy hogyan tudnak egy vészhelyzetet elkerülni a motorosok, vészfékezés, esetleg hogyan kell alkalmazni egy esetleges baleset helyzet esetén. Tehát ez az elsődleges, az amiről szól a rendezvény, és igyekeztünk a többi programot is így a motorozáshoz kapcsolni, ami ehhez kapcsolódó dolog. Itt a civil házban itt egy motorszimulátor az, ami várja az érdeklődőket. Azok, akik esetleg nem motorra érkeznek, vagy nem rendelkeznek még esetleg vezetőengedélyt, kipróbálhatják magukat így egy számítógépes szimulátoron. Emellett nagy öröm volt az, hogy a helyi veterán motorosok is csatlakoztak a rendezvényhez, így azok, akik kilátogatnak azon, hogy igazi motor különlegességekkel is találkozhatnak a rendezvényünkön. És egy szegedi autós iskola az, aki csatlakozott hozzánk. Az ő jó voltokból itt még lehetőség nyílik arra is, hogy egy mozgáskorlátozottak részre átalakított járművet tudnak kipróbálni az itt felállított ügyességi pályán. Amikor azt tervezték, hogy egy ilyen motoros közlekedésbiztonsági napot szerveznek, akkor mi volt az elsődleges célja tulajdonképpen ennek a rendezvénynek? A rendezvény elsődleges célja az kapcsolódik a rendőrség egyik legfontosabb feladatához, az pedig az, hogy a személyisérülési balesetek számát azt évről évre tudjuk csökkenteni. És azt gondoljuk azt, hogy ha balesetekről beszélünk, leginkább itt védtelenebbek azok valóban a motorosok, akiket nem védenek olyan biztonsági megoldások, mint azokat, akik esetleg zárt járműben utaznak, tehát légzsákra gondolok, vagy esetleg a jármű karosszériájára. Tehát az ő testük egy esetleges veszélyhelyzet esetén közvetlenül, baleset esetén közvetlenül érintkezhet a másik járművel, vagy esetleg az aszfalttal, így sokkal nagyobb a baleset és sajnos a halálozási kockázat az ő vonatkozásukban. Tehát a mai programnak az a célja, hogy őket felkészítsük, és felhívjuk a figyelmet nem csak az elméleti tudásnak a szinten tartására, hiszen azért folyamatosan változó jogi környezetben éljük a mindennapjainkat, ez igaz a közúti közlekedésre is, folyamatosan változnak a közlekedési szabályok, ez nagyon fontos, hogy mindenki szinten tudja tartani, és emellett, amit mondtam, azok a gyakorlati tudást is azt gondolom, hogy kell szinten tartani és frissíteni, hogy készségszinten tudjanak működni azok a manőverezési technikák, és ne gondolkozzon egy veszélyhelyzetben, hiszen nem lesz ide gondolkozni, hogyha a helyzet adódik. Ugye az előbb is említette, hogy a motorosok különösebb, nagyobb veszélynek vannak kitélve a közlekedésben, balesetek esetén. Mit tudnak esetleg a motorosok tenni, mit tud a rendőrség tenni, hogy fokozza az ő biztonságukat is? A rendőrség az minden alkalmat igyekszik megragadni arra, hogy azt gondolom, hogy mind valamennyi korosztályt, mind pedig valamennyi társadalmi réteget, és örülök, hogy a motorosok részéről felmerült az igény, hogy egy ilyen rendezvény megtartásra kerüljön, és meg tudtuk szólítani őket ezzel a rendezvényel kapcsolatban. Tehát a baleset megelőzés azon az kiemelt feladat, és ehhez azt gondolom, hogy mi, amit tudunk, különböző figyelemfelhívó mint rendezvények, mint ez a mai is. Ami viszont nagyon fontos, amit ugye beszéltünk, illetve mondtam, hogy a motorosnak a tudását azt mind elméleti, mind gyakorlatban is szinten kell, hogy tartsák. És ami legfontosabb az, hogy ugye itt nagyon sok esetben nagyon nagy teljesítményű járvekről beszélünk, nem szabad azt gondolom, hogy senkinek se túlbecsülni a saját képességeit, illetve alábecsülni az által vezett járműnek a teljesítményét. Itt azért volt egy sajnálatos szörnyű tragédia az elmúlt években, ami pont egy motoros rendőr kollégát érintett. Itt Kistelek és Balástya között volt egy halálos baleset. Én azt gondolom, ez a tragédia is rá kell, hogy világítson, és rá kellene ébreszteni arra mindenkit, hogy lehet bárki bármilyen képzettséggel rendelkezzen, bármilyen felkészült, sajnos bárkit érhet ilyen jellegű sajnos baleset. Most következő mesefelolvasásunkban Várszegi Adél Kismadár és Kóró című meséjét hallgathatják meg kicsik és nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Várszegi Adél, Kismadár és Kóró. Volt egy kicsi madár, problémája számos. Egyfelől fáradt volt, másfelől meg álmos. Megkérte hát Kórót, ringassa el szépen, de Kórónak sajnos nem volt kedve éppen. Megállj, Kóró, megállj! Szólok a kecskének, amiért nem ringatsz. Rágcsáljon meg téged! Szaladt is kecskéhez. Segíts rajtam!
Rendben? Rácsáld meg a kórót, ringasson el engem. De a kecske bizony ebédelt már aznap, és nem kívánt a kórót, ellenállt a gaznak. Kóró kismadarat nem ringatta szépen, a madár duzzogva ment tovább a réten. Szembe jön a farkas. Kell egy kis segítség, csipogta a madár. Uzsonnázd meg kecskét. De a farkas hasa tel is tele volt már, jobbat kapott délben két pár kecske combnál. A kecske meg aznap éppen eget evett, szakállát ingatta kóróevés helyett. Kóró kismadarat nem ringatta szépen, a madár mérgesen ment tovább a réten. Egy faluba botlott, szívességet itt kért. Ehol lófrá farkas, kergessétek el onnét! Lusta volt a falu, bizony nem akarta, mindenki csak bámult, üstökét vakarta. Farkas nem kívánta ebédelni kecskét, a kecske meg a kórót köszönte, de nem kért. Kóró kismadarat nem ringatta szépen, a madár fortyogva ment tovább a réten. Találkozott tűzzel. Gyere tűz, gyújts fel a falut, rossz emberek lakják, seperjenek hamut. Tűz nem intett, álmos volt lobogni, semmi kedve nem volt gelendát kormolni. A falu még mindig nem kergette farkast, farkas nem kért kecskét, evett inkább szarvast. A kecske sem kívánt kórót enni éppen, kóró nem ringatta a kismadarat szépen, a madár lilulva ment tovább a réten. Összefutott vízzel, segíts rajtam, kedves, ósd el a tüzet, legyen minden nedves. De víz nem akarta eloltani tüzet, ebédidőre járt, ráfért már a szünet. Tűz nem gyújtott falut, az farkas nem hajtott. Farkas szarvast evett, kecske inkább sajtott. Kóró nem ringatta a kismadarat szépen, a madár dühötten ment tovább a réten. Mi csak itt a bika? Tudnál segíteni? Ami vizet csak bírsz, mind fölhörpinteni. A bika egyáltalán nem volt jó kedvében, tapottat sem mozdult, áldogált a réten. Víz nem oltott tüzet, tűz nem gyújtott falut, az nem űzött farkas, farkas inkább aludt. Kecskének is telve volt a hasa éppen, a kóró kismadarat nem ringatta szépen, a madár bőszülten ment tovább a réten. Ment tovább a madár, furkó vele szembe. Agyon ütné a bikát, kérte énekelve. Nem volt annak kedve bikát agyon ütni. Öreg volt már, szegény, le akart feküdni. A bika a vízből egy cseppet sem ivott. Víz nem oltott tüzet, tűzfalut nem gyújtott. Az nem űzött farkast, farkas nem kért kecskét. Kecske csak nem kóró evő kedvét. Kóró nem ringette a kismadarat szépen, a madár őrjöngve ment tovább a réten. Ahogy ment, mendegélt, szembe csúszott féreg. Kérlek, fúrd ki furkót, esz engem a méreg. Féreg nem akarta furkót kiugatni, szép piros almába kívánt volna lakni. Furkó nem vert bikát, a vizet nem szürcsölt a bika, a víz azon a napon már eleget gürcölt, a tűz nem gyújtott falut, az nem bántott farkast, farkas pedig kecskét, hisz ott volt a szarvas. Kecske sem volt éhes, nem ette a kórót, kiringatás helyett csak egy helyben lókolt. Épp arra járt a kakas. Kakas, egyél férget? Rendben, felelt a kakas. Egy még belém férhet. Kakas csípte férget, féreg rágta furkót, furkóbikát verte, az meg vizet kortyolt. Víz oltotta a tüzet, a tűz falut gyújtott, a falu űzte farkast, farkas kecskét kortolt. Kecske rágta kórót, ki végül föladta, és a kismadarat szépen álomba ringatta. A most következőkben a Szivárvány óvodában gyereknap alkalmából előadott Kacor király című mesészínjátékot tekintetik meg. Árkondott lunáltal, háton háti zsákkal, menni mendegélni,
este hazatérni nem hallom. Sok virág, sok virág, aranyság a hadjár. Kapufő, kapufő, királytól még oda jó. Hűtfasítunk karabni, hűtfazokkal lovazni. Árkombokkod által, háton háti zsákkal. Menni meg megélni, este hazatérni. Sok virág, aranyságban a virág. Kapufő, kapufő, kirándulni, hűzfasíkot faragni, hűzfalóval lovazni. Árkombokkod által, háton háti zsákkal. Menni meg megélni, este hazatérni. Na. Kám! Hogy a mese elkezdődött, ha nem is vettétek észre, mert megérkezett egy macska. Macska jár a kert alatt, meg megáll a fák alatt. Hopp! Egy ágon hirtelen fészket nézni fenterem. Macska jár a ház körül, hogy ha jössz már ott csücsül. Örgőzik emberül, simogasd és elterül. Hogy a néki megfelel, semmi szóra nem. Egy-kettőre elszelem. Hú, milyen sok gyerek gyűlt is össze. Képzeljétek, mi történt velem a minap? De nem is mesélem el, inkább megmutatom. De most sietek meg, már vár a gazdasszonyom. És képzeljétek, csuda jól tud főzni. Miau! Jó, miau! Jól van, jó van, türelem, egy kirakom külni, egy kicsit után akarom szenni, majd már egy kicsit. Na, ezt ide rakom, hagyj hűljön, de nagyon vigyázz rá, le ne essen, jó? Addig söpröget. Miau! Persze, mindjárt megnézzük, mit főzött a haj. Milyen jól nézni, gyerekek. Finom. Megnézem most már, mert... Cica! Hova lett? Miau! Hát te ide figyelj! Gyerekek! Már többet vissza nem mehetek ez a gazdasszonyhoz, pedig olyan finomat főzött. Merre is? Látjátok azt, mi van ott? Mi az? Róka! Milyen róka? Ki beszél a róka? Ezt nézzétek! Most látom, most nem látom, de tudom, hogy ott van. Ez micsoda gyere? Ki légyen az úr? Gyerekek, ez nem tudja, ki vagyok, és még látom, fél is tőlem. Én vagyok Kacor király. Nem hallottad még a nevem? Az én nevem, az egész világon félik az állatok. Sajnálom, mert még sohasem hallottam rólad. Az egész világot körbejártam, de még sohasem hallottam felőled. Hát nem tudom, hogy hol lehet a hiba, mert
Én nagy úr vagyok, amint az látszik. Hát, ha nem megbocsátasz, a szerény hajlékomba meghívnálak. Egy kis vacsorára, talán ott is pihenhetnél nálam. Hát, nem tudom. Gyere velem. Na, jól van, mutasd az utat, majd követlek. Gyere. Gyerekek, már van szállásom. Na, most megyek. Ja. Ez az én szerint hajlékom. Légy vendég nálam. Jól van. Elég szerény ez a hajlék ahhoz képest, amihez szoktam, de legyen. Te nagyon takaros. Nem mondd, hogy nem az. Köszönöm. Elfogadom. Van egy kis halam, egy kis csirkém. Mit szeretnél vacsorázni, kedves? Hát először egy kis halat, utána meg egy kis csirkét. Megkapod. Köszönöm. Ami ilyen kiváló vendég, mint egy király, igazán megérdemli. Addig ide beírok. Tudjátok, ritkán találkozik az ember királya az erdőben. Természetesen, de csak miután én megettem. Én is úgy gondoltam. Még ezt a kis halacskát. De már csak ezt a szemem kívánja. Köszönöm szépen. Valahol leheveredhetnénk. Már is megágyazunk. Miután ilyen jól megvacsoráztál, megérdemled, hogy királyi felkeljed. Köszönöm. De aztán rókakon már ne zavarjon senki. Megígérem, én ört állok, hogy ne zavarja senki az ormodat. Tamvidek, Tamvidek, mit akarsz itt, te szerencsétlen nyúsz? Nem tudom, hogy nálam az. Kacor király. Ki a? Meglátja, hogy itt vagy. Azonnal felfal téged! Én még sohasem hallottam Kacor királyról! Sus, amerre csak! Ez a félelmetes valaki, az a Kacor király! Kedves az jaj! Jaj! Menj! Úristen! Találjak! Jaj! Nagyon fiatal vagyok! Még valahára! Nem akarok kijönni! Talán bizony a popót kergetnek! Ne is kérdjed, medve bátyám, uram, hát képzeld el, hogy... Mondja! Hogy éppen arra sétáltam a rókakom a házánál, és azt mondta, hogy a Kacor király van nála szállásom! Kacor és hogyha felébredtem, akkor vége az életemnek! Ó, sok őrságot bejártam! Ilyet, hogy Kacor király! Na! Színét se láttam! Na, színét se hallottam! No, de elmegyek én a csókához, megnézem azt a Kacor király! Hú, de bátor vagy, mert én nem megyek! Én nem megyek! Kacor király! Rum, rum! Orrad a híres! Kacor király! Medve komár! Kacor király! Medve komár, csendesen be! Ha felébred a Kacor király, vége az életednek, de az enyémnek is! Menekülj, amerre csak tudsz! Jó, itt a Kacor király! Itt van, de csak menj, amerre csak tudsz! Király! Fuss el, a kedves a életed! Jaj, Istenem! Jaj, Istenem, a Kacor király! Nagyon félelmetes volt! Én nektek valami. Na, kitalálta!
Kitaláltam, hogy rakjunk föl egy nagy fazékot, és csináljunk vacsorát ennek a kacorkirálynak. Az jó lesz, bizony! Hát jó! Róka kutyához elment, akkor eljön hozzánk is. Gyere! Akkor jó! Ha megbíztok, akkor én meghívom, jó? Jó! Szétszaladtak. Ó, és még ezt a finom ételt is kiöntötték. Hát, ha ezek a buta állatok el nem szaladtak volna, képzeljétek, ez a történet is sokkal tovább tartott volna. De hát így, itt a vége, én meg keresetek új hajlékot valahol. Jáu! Király, rohanj, ha erre jár! Kacor király, kedvence, ha te
Következő felvételünkön a május 24-én megrendezett Út a munkaerőpiacra elnevezésű projekt munkáltatói fórumát tekinthetik meg. Azt a határt, ami már egy olyan réteget
tart benne nyilvántartásokat, akikkel hát majdnem hogy lehetetlen érdemben állást, akiknek majdnem lehetetlen érdemben állást találni. De mi nem adjuk föl. A mi feladatunk az, hogy a most népszerűsítésre kerülő gyilkos uniós forrásból is megszólítsuk azokat a 25 és 64 év közötti elsősorban alacsony iskolai végzettségű álláskeresőket, akiknek többféle jogcímen, bértámogatás, képzés, vagy munkába járás, vagy éppen önálló vállalkozás elindításához valamiképpen segítséget tudjunk nyújtani. Ez a program a megyében közel 4 milliárd forintos kerettel indult a tavalyi esztendő végén. Ez közel 4000 fő bevonását jelenti. Kistelepi járásban 250 fő bevonására van lehetőségünk 3 év alatt. És ahogy említettem, számos támogatási forma van. Ezért én mindannyiunkat arra biztatnám, hogy akár ennek a programnak is, de más programnak a keretében is a személyes konzultációt azt semmiképp sem adják ki. Tehát a foglalkoztatási osztályokon van a tudás, van a személyre szabott a recept, és azt gondolom, hogy igen nagy százalékban érdemes segítséget tudunk nyújtani mind a foglalkoztatóknak, mind a munkavállalóknak. Április 30-ig egyébként ebben a gyilkos programban már 26 főt bevont a járás, tehát már elindult és működik, és hamarosan a képzések is kezdetét fogják venni, ami még inkább nagyobb lendületet fog a bevonásra. Ugye az is nagyon fontos, és mindig hangsúlyozzuk, hogy mi olyan képzéseket indítunk, amilyenekre önöknek szüksége van. Tehát többek között pont ezért fontos az élő kapcsolat, hogy lássuk, tudjuk, mik azok a hiány szakmák, melyek azok a területek, ahol a foglalkoztatóknak szüksége van a szakemberre. A mai rendezvényhez, és egyébként is az együttműködésünkhez én eredményességet kívánok. Kívánom, hogy itt olyan hasznos információhoz jussanak, ami aztán valamiképpen megkönnyíti a munkájukat, a vállalkozásokat, és az önök eredményessége az a mi eredményességünket is elő fogja állítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Tisztelt kormánybizottasszony, hivatal vezetőasszony, polgármester, kollégák és valamennyien, akik megtiszteltek ezt a rendezvényt, félig mint házigazda, Istenekkel van köszöntsem önöket, és mondhatnám azt is, hogy Isten hozott mindenkit. Foglalkoztatás, itt elsősorban olyan emberek ülnek, akik vagy azért tesznek, hogy megteremtsék ennek az egyik oldalát, másik oldal pedig vállalkozók, foglalkoztatók, akiktől azt reméljük, hogy gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés kapcsán megint születik valami történet. Nagyon érdekes, hogy az idő elteltével még egy pár évvel ezelőtt az volt az embernek, vagy a polgármesternek a fő szlogenje, a munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés. És akkor nagyon sokszor vállalkozói fórumokat tartottunk, amit tartottunk is. Azonban teljesen kezdve megváltozni az elmélet. Most az elmúlt évben, fél évben, 3 olyan befektető is elhagyta a térségemet, akit akar egyébként, sőt ide nyert sikeres pályázatok, mert egyébként nem talált elég munkaerőt. Nem talált elég szakképzett munkaerőt. Ezt a történetet életében is ismertem. Nem is gondoltam, hogy ilyen létezhet majd egyszer, és ám, nem csak a nagy vágyakkal nézett Nyugat-Magyarország, Győr, Tatabánya és ezek a nagy elhíresült munkahelyteremtő központok, hanem most már itt a Dél-Alföldön is, lát Csongrád megyébe is, azt látjuk, hogy egyre kevesebb az a munkaerő, az a dolgozni akaró ember, aki egyébként be lehet vonni a gazdaságfejlesztésbe a munkaerőpiacra. Ezért azt látjuk, hogy újabb, nem jó szó, hogy cselekhez, de újabb feladataink vannak ebben, és én mindig szoktam azt hangsúlyozni, hogy nevezzük azt
önkormányzati állami szektornak, igenis felelősek vagyunk azért, hogy van-e munkaerő, van-e munkahelyteremtés, van-e olyan együttműködés, vállalkozó és egyébként pályázat vagy bármiféle forrás között, ami egyébként még lehetőséget adhat. Azt látjuk, hogy a közmunkaprogram például az elindíthatott egy folyamatot. Azt gondoltuk, hogy a közmunkaprogram az leginkább arra jó, hogy megnézzük azt, hogy a behívott közmunkások közül ki az, aki esetleg alkalmas, vagy esetleg szándékozik majd később dolgozni. Szerintem ebben némi sikerek voltak. Én, ha a százalékban kell kifejezni, ez olyan 10-15% aki elment tőlünk egyébként a vállalkozói szférára. Ha ezt nézzük, hogy a nullából tudunk meríteni, és évről évre egyébként ki tudtunk közvetíteni a vállalkozói szférába, vagy egyébként a saját történeteinkben, ahol takarítóni elmen nyugdíjba, és a vállalkozók, vagy nem a vállalkozók felé, hanem az önkormányzat felé ajánlották a kollégáink azt, hogy ezzel meg vagyunk elégedni. Szerintem ez is egy siker. Aztán szerintem az is egy siker, hogy nálunk itt, nyilván elsősorban csak itt tudok összehasonlításokat tenni, szerintem van egy nagyon-nagyon jó együttműködés a kormányhivatal és az önkormányzat között, elsősorban egy végre Árdikára, ahol tényleg nagyon rugalmasan és nagyon napra készen tudunk egymásról, és valami gondunk, azonban tudunk egymásról segíteni. Ez is például nagyon sok ember be tudott hozni a munkaerőpiacra, ami szerintem, nyugodtan mondhatom, szerintem régen nem volt ennyire közvetlen a kapcsolat. De mégis azt látom, hogy újabb és újabb olyan jellegű felzárkóztató forrásokra van szükség, mint lásd kapton, mint lásd egyéb pályázati lehetőségek, ahol a vállalkozói szektor még inkább helyzetbe tudjuk hozni, még inkább egyébként a klasszikus gazdaságfejlesztés mellé hozzárakunk egy másik lábat, ami a munkahely megtartására, a munkaerő befogadására, és egyébként a vállalkozó képes kockáztatni arra, hogy még fölmerjék venni további embereket, és akár ezt később majd olyannal is tegyen, hogy ehhez még valami is képzést is tegyek, és a képzés mellett valóban kineveljek egy olyan réteget, aki nálam egyébként dolgozni tud. Szóval érdekes, érdekes világ kezd ez lenni. Ugyanakkor hadd mondjak egy teljesen más személyes történetet. Tegnap este a 18 éves Ságváriba, nem mondja esetleg, hogy ezt elmondta, 18 éves Ságváriba járó lányom átküldött egy eszé változatot, mondván, apa, nézd már meg, arról kellett írni, hogy érdemes-e tanulni, érdemes-e képezni magunkat, és egyébként hogyan válunk sikeressé. Persze az én magam szemszögéből ezt elolvastam, szerintem rendben is volt, van egy büszke a lányomra, de mégis egyébként az merült föl bennem, hogy milyen jó, hogy egy 18 éves gimnazista komolyan foglalkozik azzal, hogy hogyan tudok majd elhelyezkedni a karrierpályán, mit jelent az sikeresnek lenni, hogy én jó vállalkozó leszek, vagy sok pénzkereső, vagy székruhába járó, vagy éppen boldog ember, hogy milyen jó, hogy a mostani generációnak egy része már, valószínűleg csak egy része még, és ebben szerintem szintén komoly feladatunk van, hogy foglalkozik azzal, hogy mi lesz velem, ha egyébként kikerülök a nagybetűs életbe. És szerintem ez a két fontos irány az, a kikerülni akaró, és ez természetesen tartozik itt a másik oldalra, a vállalkozókra, hogy hogyan tudjuk megszólítani őket, hogyan tudjuk egyébként olyan valós képzettséggel ellátni őket az oktatási szektorban, ahol valóban egyébként használni tudjuk, és tényleg boldog emberek is megtalálják a saját sikerüket ebben a történetben. Szóval van feladatunk, én azt gondolom, sok. Én azt látom, hogy nekünk, településvezetőknek továbbra is az a feladatunk, hogy megpróbáljuk mind a két lábát megteremteni a dolgoknak. Gondolok itt az elmúlt időszakban, az elmúlt 3-4 évben közel 50 sikeres vállalkozói pályázat volt, ami vagy csarnokot hozott létre, vagy technológiát, vagy kutatásfejlesztést, vagy bármilyen hasonlókat, amit többen is köztetek, akik sikeres pályázók. Ez nagyon jó. Azt is látom, hogy a technológiával próbáljátok megoldani egyre inkább azt, hogy a munkaerőnek ez a kétséges történetét egy picit ellensúlyozza. Ugyanakkor kialakult egy ipari park címmel rendelkező terület, kinőtt onnan 15 új csarnok, most építünk, hogy volt általános iskolában egy kutatásfejlesztő központot, ahol az
egyetemmel közösen. Vannak olyan például kérdelt vállalkozó jövezet, vagyunk ezt kihasználva, ide csaljuk egyébként azt a vállalkozót, és utána az egyébként a kutatásfejlesztés mellett majd megvalósít valami. Mégis én azokban úgy látom, hogy ez a térség elsősorban arra alkalmas, hogy nem túl sok főt foglalkoztató, logisztikai helyzetét jól kihasználó, hiszen vasútvonal, nemzetközi út, autópálya, határközelség, Schengen közelség, ezt kihasználó fejlesztéseket próbál csinálni, ezzel fókuszálva arra, hogy lehetőség szerint helyzetbe tudjuk hozni a saját vállalkozóinkat is. Mindig ezt szoktam mondani, szerintem visszajön az a világ, hogy a városházán, a gyűléseken, vagy a templomba a misén az elsősorban a legtöbb foglalkoztató ember fog majd ülni. Mert megbecsülés jár annak a vállalkozónak, annak a munkahelyteremtőnek, annak a foglalkoztatónak, aki kenyeret, munkát, jövőképet biztosít az ott dolgozó embereknek. Én ehhez kívánok jó jövőképet, Istenben és térségén, a megyében és nálunk Magyarországon, és ez a közös feladat, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen. Elején állunk, úgyhogy minden számomból itt van a program.
programra csomagolt évet majdnem 4 milliárd forintra a rendelkezésre, ennek közel 80%-a támogatási forrásra fordítható, a maradó 20%-a működési forrásokat fogjuk megkérdezni. A programnak a legfontosabb célja, hogy a programra tartozó 7 célcsoportból igazság szerint 2-t kiemeltek. Az egyik ilyen az alacsony iskolázottságú álláskeresőknek a programba vonása. Ők azok, akik 8 általános iskolai végzettséggel, vagy mint azzal sem rendelkező regisztrált álláskeresők, illetve a másik ilyen kiemelkező csoport a közfoglalkoztatottak versenyszférába való átvezetése, azok számára, akik munkára képessé tehető. Itt arról van szó, hogy a közfoglalkoztatásnak hát maximum 30 napnál nem lényegben kell, hogy vége legyen, és utána bemutatjuk a projektbe, és elhelyezkedhetnek a versenyszférába. Az előbb említettem, hogy 7 célcsoport tartozik ebbe a projektbe, ebből ugye az alacsony iskolázottságú és a közfoglalkoztatásból ügyfelek jelentik a legfontosabb célcsoportot, de természetesen itt áll a program más célcsoportban tartozó álláskeresők számára is. Például a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresőkre, vagy az anyasági ellátásból visszatérőkre, az 50 év felettiekre is gondoltunk, illetve a tartósan legalább 6 hónapja nyilvántartott álláskeresők után is igényelhető a következő támogatási lehetőségek. A megyei célértékek között a programra vonást megkülönböztetett, azt is említette, 3970 főt szeretnék majd 2018. szeptember 30-áig a programba bevonni. Ezek közül 1324 fő alacsony iskolázottságú álláskereső lesz remélhetőre. A létszámból látszik, hogy igazából ez majdnem az egyharmada a teljes létszámnak, szóval látszik, hogy ez egy elég fontos momentum a projektnek, és nagyon fontos célkitűzés, hogy elsősorban ezt a célcsoportot célozzuk. Itt a megyei eredmények júliusban, 2016. április 30-áig már 433 főt sikerült megyei szinten erre a projektet bevonni. Ebből is látszik, hogy mi nagyon az elején vagyunk, mert ezek a létszámok most már május vége fele haladva egy nagyobb tendenciájú növekedést mutatnak, és majd még nagyobbat ugrik a létszám, amikor elindulnak a projektbe tervezett képzéseink, amik első indítása a június-július környékére várható. Néhány létszámadat arról, hogy a kisteleki járás eddig hogy teljesített. Április 30-áig 26 főt sikerült bevonniuk, ugye ez a 250 fős teljes bevonási létszámának körülbelül 10%-a, és hát a többi adat az még, ebből látszik, hogy nem is megérhető, mert még annyira az elején vagyunk, hogy nem volt idejük gyakorlatilag befejezni a programot, és ezt magunk követni sem volt még lehetőségünk. A kisteleki járásban eddig több mint 3 millió forintot fizettünk jelenlő támogatásokra, és hát látszik, hogy a rendelkezésre álló keretnek ez csupán a 6,6%-a, tehát annak is erőforrás is még bőven rendelkezésre áll. És akkor néhány szóval a támogatási formákról. Van egy foglalkoztatást elősegítő bértámogatási lehetőség. Itt arról van szó, hogy 8 hónap időtartamra a bér és szociális hozzájárulási adónak a 70%-át támogatjuk, és ezért cserében a munkáltató egy 4 hónapos további munkáltatási kötelezettséget vállal. Emellé párosítható, illetve ez elé igazából beilleszthető egy 90 napos úgynevezett munkakipróbálás támogatás, ami sajnos az 1-es és a 7-es célcsoport álláskeresés után nem igényelhető. Itt arról van szó, hogy a bér és szociális hozzájárulási
hogyha szükség van rá, akkor a bértámogatásnak az elemei arányosan csökkenthetők, tehát ha valaki nem szeretné a jelenlétet kihasználni, akkor lehetőség van csak 4 hónapos támogatási időszakra, viszont akkor a 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség is a felével, tehát akkor 2 hónapra csökken. Bérköltségtámogatás. A 3-as, a 6-os és a 7-es célcsoportba tartozó álláskeresők után igényelhető. Gyakorlatilag olyan, mint a bértámogatás, azzal a különbséggel, hogy a 100%-át támogatjuk a bér- és szociális hozzájárulási adónak, és szintén csökkenthető a támogatásnak az időtartama. Ez a támogatás viszont nem párosítható egyik másik támogatási formával sem, tehát nem lehet előtte például 90 napos munkapróbálást igényelni. Lehetőség van arra, hogyha olyan munkaerőt kívánnak alkalmazni, aki esetleg nem helybeli, hogy a helyhez juttatását 100%-os mértékben támogassuk. Tehát nyugodtan van erre lehetőség mobilitás elősegítésével. Vannak bizonyos elvárások a munkáltatókkal szemben, ezeknek sajnos meg kell felelni ahhoz, hogy támogatásban részesülhessenek. Egy-két ilyen például jelenzett munkai kapcsolatokkal kell rendelkezni, nem állhat végelszámolás, felszámolás, csődeljárás alatt, és nehéz helyzetben bennyi vállalkozásra, valamint egy nagyon fontos, hogy a munkaerőnek a felvételenek túlnyújtamérekedést kell, hogy eredményezzen. Tehát a megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszám növekedését kell, hogy eredményezze a támogatott munkaerőnek a felvétele. A támogatások igénylése minden esetben, és ez nagyon fontos, hogy az álláskereső, tehát az álláskeresőnek a lakóhelye és a tartózkodási helye szerint illetékes foglalkoztatási osztályon bejutott kérelemre indul. És a kérelemnek az elbírálása minden esetben a foglalkoztatási osztálynak a mérlegelési jogkörébe tartozik. Az elbírálás viszonylag gyors, 1-2 hét alatt lezajlik, úgyhogy ez nem egy ilyen hatalmas procedúra, és a foglalkoztatási osztályon dolgozó kollégák minden esetben segítséget nyújtanak, akár a kérelem kitöltésével, akár a további dokumentumok beszerzéséhez információkkal látják el önöket, bizalommal forduljanak hozzájuk. Hogyha felkelthettem az érdeklődésüket, és szeretnének bővítést, illetve támogatott munkaerő felvételével kicsit a vállalkozásokat növelni, akkor kérem, hogy hozzám, de legfőképp a foglalkoztatási osztály kollégáihoz forduljanak, és akkor ők intézik a továbbiakat. Thank you.
Hát egy kis technikai átszerelés után tisztelettel köszöntöm Önöket. A témán talán itt látszik is a munkaügyi ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalatok. Egy kicsit általánosabb dolgokról fogok beszélni. Először néhány gondolatot a NAV-ról, az átalakításról, arról, hogy milyen módon változik meg most a NAV. Erről van mondjuk egy pár gondolatot. Ugye Önök előtt ismert valószínűleg, hogy a NAV struktúrája január 1-től teljesen megváltozott, megszűntek a régiós főigazgatóságok, és maga a NAV központi hivatalban a minisztérium egyik részlege lett. Ebből az ügyfelek gyakorlatilag nem nagyon érzékelnek semmit se igazából, hiszen eddig is és ezután is a megyei igazgatóságokkal voltak kapcsolatban. Talán annyit, hogy a megyei igazgatóságokban beintegrálódott teljes egészében a vám szakterület, és ennek megfelelője a megyei adó és vám igazgatóságokról beszélünk innentől kezdve. Ez csak egy szervezeti dolog. Nézzük meg tartalmában, mi változott az idei évre. Úgy döntött a jogalkotó, hogy jogszabályban is nagyon komoly különbséget tesz az adózók jogkövető és kevésbé jogkövető, vagy mondhatni inkább, hogy az adószabálytalan elkerülő csoportja között, és bevezette a kockázatos és megbízható adózók fogalmát. Hát mostanában mennek az elektronikus levelek a cégekhez ki, hogy a NAV megbízható adózónak tartja őket, esetleg kockázatos adózónak, vagy most a értesítés, hogy semmelyik csoportba nem sorolta be őket a NAV. Ez azért történik meg, hogy ne gondolja senki sem, hogy ő azért maradt ki, mert mondjuk valamiféle hiba történt a rendszerben, mert ezeket hamarosan megkapják. Milyenek az előnye, miért csinálta ezt a jogalkotó? Ugye ez elég egyértelmű, hogyha már jogszabályszinten is megkülönböztetik a különféle feltételek alapján kategorizált cégeket, akkor az a jogkövetésre fogja inspirálni az adózókat. Hiszen aki megbízható adózónak minősül az elmúlt 2-3 év adózói magatartása alapján, tehát nem követett el súlyos szabályszegéseket, az sok előnyben részesül az átlagos adózókhoz képest. Jövő évtől például gyorsabb az áfa visszaigénylés számukra, de a bírságoknál esetleg mégis sor kerül rá, először felszólítják a kötelezettség teljesítését, és utána jön a bírság, és az is csak az egyébként kiszabható bírság felsorolásának a felét nézi, tehát alacsonyabb lesz a bírság. A kockázatos adózók viszont lényegesen rosszabbul járnak, jóval magasabb bírságösszegeket kapnak, elég sok olyan rendelkezés van a törvényben, ami megnehezíti rendesen a helyzetüket. Tehát ez az egyik dolog, amiről szerettem volna egy általánosságot beszélni, a másik azért a magánszemélyeket érinti némileg, illetve teljes egészében az adminisztráció csökkentés irányában megy el a NAV. Bizonyára ismerjük, hogy jövőre a magánszemélyek nagyon nagy csoportja helye a NAV fogja megcsinálni az adóbevallást. Itt szeretném arra felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy ezzel a lehetőséggel, hogy a NAV készíti el az adóbevallást a magánszemélyek helyett, azok a személyek élhetnek, akiknek van ügyfélkapcsolatos regisztrációjuk, tehát mindenkinek szeretném propagálni és felhívni a figyelmét, hogy igenis az ügyfélkapcsolatot regisztrálja, és ennek egyébként is számos más előnye is van, például ha valaki feledékeny, akkor figyelmezteti ugye jó előre a forgalmi, a jogosítvány és mindenféle dokumentum eljárásáról, tehát nem kell ezeket folyton nézegetni, mikor jár le. No, ennyi kis bevezető után nézzük is meg ezeket a kicsit konkrétabban a témát. Ugye ezek a munkaügyi ellenőrzések milyen célból zajlanak le, és én most a NAV-os munkaügyi ellenőrzésekről tudok beszélni, hiszen a munkaügyi felügyelőség is végül
egészségügyi ellenőrzéseket, az ő nevükben én nem tudok beszélni. Ugye egyértelmű, hogy az igazi cél a gazdaság fehérítése, a fekete munkavállalások megszüntetése, a be nem jelentett alkalmazottak feltárása, a nem jogkedvű adózók kivezetése a gazdaságból. Elsőre ez úgy tűnik, hogy ez tulajdonképpen ugye egy költségvetési bevétel kérdés, de valójában legalább ilyen mértékben a magánszemélyek érdekét is védi, hiszen a bejelentéssel, ugye a munkaviszony bejelentéssel az illető biztosított lesz, és mindenféle ellátásra jogosult lesz, hogyha nem jelentik be, akkor ilyen ellátásokra nem lesz jogosult. Fontos tudni, hogy az adózás rendjéről szóló törvény alapelvei közül a munkaviszony ellenőrzésekor nagyon sok esetben alkalmazzuk és alkalmazni kell azt, hogy a szerződéses ügyleteket a valódi tartalmak szerint kell megítélni. Akármilyen nevű, akármilyen szerződést kötnek mondjuk, akármilyen nevezik el, az a valóságban mást akar, akkor adózási szempontból tartalom szerinti jogkövetkezményeket fogják megítélni, és egyébként a rendeltetés szerint joggyakorlás is egy nagyon fontos alapelv. No, lépjünk még egy picit tovább, nagyon-nagyon nem akarok jogászkodni, de nagyon picikét mégiscsak kellene. Ugye milyen módon lehet ugye, egyáltalán foglalkoztatni egy magánszemélyt? Hát ezek közel klasszikus a munkatörvénykönyve szerinti foglalkoztatás, illetve más hasonló munkaviszonyt jelentő jogszabályok alapján történő foglalkoztatás. Itt az előbb említett módon a magánszemélyek oldaláról nagyon fontos, hogy a munkavállaló biztosított lesz. Nem igazán a mi témánk, nem gyakori, illetve kifejezetten egyedi ügyekre szoktak megbízási vállalkozási szerződéseket a polgári törvénykönyv szerint kötni, ezzel kevés, ezzel nem foglalkozunk. És ugye egy nagyon népszerű foglalkoztatás, az úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás. Önmagában az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony nem hoz létre biztosított jogviszony. Nézzük meg, milyen jogszabályi kötelezettségei vannak a munkáltatónak. Ezt a jogviszonyt mindenféleképpen tudomására kell hozni a NAV-nak, a foglalkoztatás megkezdése előtt. A munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatást is meg kell jelenteni, az egyszerűsített foglalkoztatást is meg kell jelenteni, és itt szeretnék egy nagyon érdekes és nagyon hasznos információt elmondani önöknek. Bizonyára sokan vannak, akik egyszerűsített foglalkoztatás formájában, akár a mezőgazdaságban, akár alkalmi munkában foglalkoztatnak személyeket. Hogyan kell ezeket bejelenteni? Hát ugye be lehet jelenteni egy nyomtatványon, a klasszikus elektronikus úton, be lehet jelenteni telefonon, amivel lehet probléma, kicsit rosszul mondja a számot, nem úgy hallja az ügyintéző, tehát lehetnek ilyen problémák. Na most, létezik egy alkalmazás, amit mobiltelefonra le lehet tölteni, vagy bármilyen platformra, és ez egy nagyon hasznos dolog. Ez egyszerűsített foglalkoztatás bejelentő elnevezés, egy alkalmazás. Ez egy nagyon jó pofa fejlesztés, például képes arra, hogy a mobiltelefon kamerájával az adóazonosító jel alatt lévő vonalkódot beolvassa, és semmiféleképpen nem lehet eltéveszteni se, vagy a tajkártyáról beolvasson, lehet benne adatokat is létrehozni. Ez egyébként az elektronikus bejelentéssel egyenlő rangú, tehát amikor elküldeni az adatot a mobiltelefonjáról, akkor egy ügyfélkapus jelszavat kér. Lehet, hogy sokan ismerik ezt a lehetőséget, végtelenül leegyszerűsíti az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését. Ezek a bejelentések, amikor tudomására hozza a munkáltató, az adóhatóságnak, hogy van egy foglalkoztatott személy, és természetesen ezek után közterheket kell fizetni, ezeket a közterheket a megfelelő számú bevallásokon kell megtenni.
No, hát ennyi a picikben jogászkodás, és következik egy ilyen érdekes csoportosítás, hogy milyen fajta szabálytalanságokkal találkozhatunk. Ugye az egyik vizsgálat az, vagy egyik szempont az, hogy ki tud arról, hogy szabálytalanok. Ugye olyan is van, amikor a munkaadó, meg a munkavállaló is tudja, hogy a foglalkoztatás szabálytalan. A legdurvább eset talán az, hogy egyáltalán nincs bejelentve, egy az egyben zsebben van minden pénz, és semmiféle bejelentéssel nem rendelkezik, és erről tud is a munkaadó és a munkavállaló is. Nevezhetjük talán szürke munkabérnek, szürke foglalkoztatásnak azt a fajta foglalkoztatást, akár tud róla a munkavállaló, akár nem, hogyha például részmunkaidőre van bejelentve, és a ennek megfelelően rész minimálbérre van bejelentve, a fölötte lévő részt pedig zsebbe kapja. Erről lehet, hogy maga a munkavállaló is tudhatni. Van olyan esetben, amikor a foglalkoztatott esetleg nem tud a szabályos szegésről, megtörténik a bejelentés, de az is lehet, hogy még bevallást is tesz a munkáltató, de nem fizeti be a járulékokat. Fontos tudni egyébként, hogy az, hogyha a bejelentés megtörténik, és a végeredmény az, hogy a járulékot konkrétan nem fizeti be, ez nem érinti a magánszemély ellátásra való jogosultságát. Lehet olyan is, amiről beszéltem, hogy az alkalmazott nem tud arról, hogy részmunkaidőre van bejelentve. Ugyanezt természetesen egy másik szempontból is megközelíthetjük. A bejelentés önmagában szabályos, de a foglalkoztatás szabálytalan. És szeretnék itt kitérni egy olyan kérdés, amit nagyon sokan föltesznek, a szívességi munkavégzésre. Amikor az ellenőrök kimennek építkezéshez, esetleg egy földre, és ott találnak olyan személyeket, akik ott dolgoznak, de nincsenek bejelentve, akkor nagyon sokat hivatkoznak arra, hogy ők szívességből dolgoznak csak ott, kalákában, ebbe, abban, és akkor ők nem kapnak semmiféle ellenértéket. Hát ennek az ellenőrzésnek a bizonyítása nem túlságosan egyszerű, de az biztos, hogy nem közeli hozzátartozók esetén egy hosszabb ideig tartó munkavégzésnél nem túl életszerű, hogy ingyen dolgozik, esetleg napokig, vagy ott egész nap a földön, vagy az építkezésen, de persze van olyan eset, amikor elfogadható ez a dolog. Az alapvető választó víz az ellenérték. Ha egyértelmű, hogy van ellenérték, akkor biztos, hogy be kell jelenteni, még hogyha a gyerekéről van szó, akkor is. Csak persze az szokott lenni, hogy azt mondja, nem adok ellenértéket, mert azt állítja, hogy nem kap ellenértéket. Hát ilyenkor jön az, hogy mennyire életszerű ez a dolog. Azt természetesen elképzelhető, hogy házépítésnél a testvér segít. De azt, hogy olyanokra fogják rá, hogy ingyen dolgozik, akik még csak nincsenek is a rokoni viszonyban, nagyobb számban, hát ez olyan kicsit már húzós, de minden esetre kicsit ez a szívesség munkavégzésről is szerettem volna beszélni. Vannak olyan esetek, amikor olyan a találkozók a revizorok, hogy semmiféle bejelentés nincs, és arra hivatkoznak a munkáltatók, hogy ó, csak próbaidő van itt. Most valamiféle felkészítő tréningen van éppen itt. Tudni kell, hogy ezek is munkaviszonyok, ezeket is be kell jelenteni. A próbaidő nem azért van, hogy ingyen dolgozzon, hanem éppen kipróbálja azt, hogy alkalmas lesz-e hosszabb távon az ellátásra. És egy nagyon komoly probléma a magyar munkavilágban, a munkaerő kölcsönzés kérdése. Amúgy a munkaerő kölcsönzés persze nem tilos, nincs abban semmiféle rossz, hogy az egyik cégnek van munkaerő, és a másik cégnek ezt bizonyos esetekre kölcsönöl. Csak hát erre egész csalási iparág, épült rá, őrzővédő, takarító és egyéb hasonló ágazatokkal. Nagyon furcsa dolog, hogy
az őrző, illetve ezeknek a munkahelyi kölcsönzések esetén nagyon sokszor kijön, hogy olcsóbb a foglalkoztatás kölcsön munkahelyével, mintha ő venné föl. Hát ez meglehetősen abszolút ez a dolog, hogyha minden szabályos. Valójában arról van szó, és ez több ilyen szervezet, ezt már nevezhetnék, bűnbandának is bukott le, hogy mondjuk az illető személy gyakorlatilag ugyanazt az objektumot őrizte, védte egész évben, csak az egyenruháján a felirat cserélődött ki, akár évben 3-4-szer is. Miről van szó? Nagyon egyszerűen arról van szó, hogy a munkaerőt ugye foglalkoztatja egy cég. Ez a cég bejelenti az illetőt, még lehet, hogy bevallást is ad róla, akár az első járójogokat is megfizeti. Néhány hónap után eladják a céget, fantomizálódik meg a technikát, és a cég, a munkáltató vagy a munkavállalat újabb létrehozott cég kezdi el alkalmazni. De a valóságban ugyanannak van kölcsönadva, ez ugyanannak a személynek vagy ugyanannak a cégnek van kölcsönadva, és ennek megfelelően néhány havonta a játékokkal eltűnnek ezek a cégek. Hát volt ilyen, hogy egy elég komoly ilyen bűnbandát lepleztek le a NAV dolgozói. Tehát sokszor fiktív bűnnek van mögötte, és nagyon föltűnő, hogy lehet olcsóbb a munkaerőkölcsönzéses. Hát úgy, hogy eleve abból indulnak ki, hogy azokat a közterheket meg se fizeti a dolgozók. Tehát eleve tudják, hogy el fogják tüntetni ezeket a közterheket. Egyszerűs lett foglalkoztatás. Nem túl gyakori ez a fajta ügyeskedés, de azért hallható róla is tapasztalat többször is. Ugye az illető egyszerűs lett foglalkoztatásra van bejelentve, de valójában nem egyszerűs lett foglalkoztatásra, hanem munkatörvénykönyve szerinti foglalkoztatásra kellene bejelenteni. Ennek az egyszerű oka, hogy az egyszerűs lett foglalkoztatás közterre nagyon alacsony. Persze a munkavállaló felé meg az a hátránya, hogy ő nem lesz ettől biztosított, tehát nyugdíj, távpénz, ilyesmiről nem is álmodozhat az, aki így foglalkoztatnak. Nem tudja, hogy de néha ebbe is belebotlik a NAV, hogy azonban a helyet egyéni vállalkozóként számláz be a dolgozó. Hát itt ugye megnézik, hogy mi a valóságos jogviszonynak mi a tartalma, aláfölé rendeltség, így viszony az egyik legfontosabb, amit vizsgálnak. Tehát ez egy példa arra, hogy adott esetben a szerződést, ami vállalkozói szerződés, a valóságos tartalma szerint munkaviszonyként állapítják meg, vagy bírálják el, és ennek megfelelően a közterheket megfizetik a munkaadóval. Milyen típusú ellenőrzések vannak? Hát alapvetően két típusú ellenőrzéssel találkozhat az adózó. Az egyik az úgynevezett helyszíni ellenőrzés, ezzel sok találkozhatunk, kimennek a helyszínre a revizorok, és megnézik, hogy azok, akik a munkát végeznek ténylegesen, azok be vannak-e jelentve, akár egyszerűsített foglalkoztatás, akár más jogszerű módon. Ennek előnye, hogy végül is a helyben kiderül minden, a hátránya viszont az, hogy egy tartósabb időszakot nem tud megnézni. Tehát ha ott be van jelentve egyszerűsített foglalkoztatásra, és kellőképpen összebeszél a dolgozó és a munkáltató, akkor nem derül ki, hogy ő már nem tudom, hogy hány nap óta valójában ott dolgozik, és nem is lehetne egyszerűsített foglalkoztatásra bejelentve. Tehát az ellenőrzés rövidsége miatt a bejelentés hiányosságait, jogszerűségeit viszonylag nehéz kiszűrni. A másik az utólagos ellenőrzés, ezek jellemző egy visszamenőleges időszakot néznek meg. Itt van már lehetőség esetleg a bejelentés és a bevallás, valamint az ellenőrzés során feltett körülmények összevetésére visszamenőlegesen és a különbözet megállapítására. Itt azért probléma az, hogy minél régebb időszakra mennek vissza, annál nehezebb a bizonyítás. Hát kiemlékszik már arra, adott esetben 2-3 évvel ezelőtt ki foglalkoztatta, kitől kapta az utasításokat adott esetben, stb. Itt egyértelműen a munkát vizsgálják.
jelenleg az az irányvonala és a célja, hogy a jelenhez közelítő ellenőrzéseket erősítsék. Több oka is van. Egyrészt kevésbé tudnak eltűnni az adózók a elmulasztott közterhekkel, másrészt sokkal jobban bizonyítható egy pár hónappal ezelőtti ügy, mint egy pár évvel ezelőtti ügy. Kik a gyanúsak? A magas árbevételű cégeknél minimális munkaerő van bejelentve. Ezt vizsgálja a NAV a rendszerekből. Azt is nézi, hogy ugyan van bejelentés, de nem adnak hozzá bevallást. Tehát az első dián, másodikon voltunk, be kell jelenteni, hogy bevallást kell adni. Bejelentés bejött, bevallás nem jött. Ez is egy kockázatú dolog, ez is már kinézi a NAV. Tartósan veszteséges vállalkozások folyamatosan térkeresztben vannak, és sokféle körülmény is vizsgálják. Tipikusan az, hogy az a feladat, amit csinál, az a tevékenység, amit csinál a vállalkozás, az a bejelentve létszámmal nem igazán lehetséges. Milyen szankciók, milyen jogkövetkezmények képzelhetők el, amennyiben a NAV feltárta a jogsértést. Ugye a benevezett alkalmazottnál mulasztási bírságot szabnak ki, 1 millió forintig terjedhet a mulasztási bírság, ez egyik legsúlyosabb büntetési tétele van ennek. Ezt az 1 millió forintot azt a többedik alkalommal szabják ki. A alapesetben ennél kevesebb a bírság. Ha valakinek üzlethelyisége van, akkor bizonyos körülmények a üzletét is bezárják, sőt, hogy nehogy azok előnyesebb helyzetbe kerüljenek, akinek nincs üzlete, kitaláltak pár éve egy üzletlezárás helyettesítő bírságot is, amennyiben az utólagos ellenőrzésnél adóhiányt tárnak fel, tehát be se vallotta és meg se fizette az adóját az illető, akkor adóbírság késedelmi módja következik, az adóbírság alapesetben az adóhiány 50%-a. Létezik a NAV honlapján negyedévente megújuló nyilvános lista, ahol azok szerepelnek, akik ugye bejelentett alkalmazott foglalkoztatásában lebuktak. Ez a lista, ez nagyon, illetve erre a listára, hogy akkor szerezhetünk tudomást, amikor folyton a NAV honlapját nézegetik, ez a sajtó nagyon érdekli, és akkor mindig írnak róla egy cikket, hogy ilyen meg olyan cégek vannak rajta, ezen a listán, a nagyságrendileg folyamatosan 5000 cég van ezen a listán, nyilván valamikor kevesebb. Többek között belülük lesznek a kockázatos adózók, akik ezen a listán rajta vannak, ők egyébként eleve vele kerülnek a kockázatos adózói körben, 2 évig szerepelnek rajta. Ami nagyon súlyos, és ott is erre egy pici utalás előtt, az úgynevezett rendezett kapcsolatos státusz elvesztése. Ugye pályázatokból 90 zárt közbeszerzésből, stb. Tehát ez is egy nagyon hátrányos következmény. És amikor arról az esetről beszéltem, hogy a feladat ellátásában jelentett alkalmazottak létszámával nem lehetséges, akkor még egy olyan lehetősége is van a NAV-nak, hogy megbecsüli, hogy milyen mennyiségű munkaerő kellett volna ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássák, ezt a munkaerőt a minimál bérrel veszi figyelembe, és ezeknek a közterhei rátehetni a munkáltatóra. És egy utolsó dia, mit tehet a magánszemély, mint munkavállaló, hogy megbizonyosodjon arra, hogy az ő foglalkoztatása szabályos. Persze nem arról beszélünk, hogy ő is tudja, hogy szabálytalan, hanem valamiféle gyanús jeleket észlel. Mik lehetnek ezek? Munkáltató nem állítja ki neki az igazolást, nem ad bérpapírt. Nem ritkán az egész akkor derül ki, hogy baj van, amikor az illető mondjuk hitelt akar fölvenni, bemegy a NAV-hoz jövedelemigazolást. Kérdés mondják, hogy hát milyen jövedelem, nincs is magának jövedelme. Közben dolgozik. És kap pénzt, csak ugye nincs róla bevallásunk, tehát ő nem csinálja meg ezeket a bevallásokat. Ilyenek is vannak. Vagy sokkal kevesebbről kap igazolást, mint amit ő kapott. Itt is eleve fölötti gyanús, vagy gyanúkkel fogni.
Egyeztetést kell kérni a munkáltatótól, vagy végső esetben a hatóságtól, bejelentést is lehetem. És egy utolsó gondolat, és így visszakanyarodok az első részéhez az előadásomnak. Ugye konkrétan is meg lehet tudni, hogy melyik munkáltatónál, melyik foglalkoztatónál, mettől meddig volt az illető biztosítottként bejelentve. Ezt egyébként megkérdezheti a kormányhivatal, a NAV-nál is, de nem ezt javasolnám, hanem az, hogy mindenki nyisson ügyfélkaput, és az ügyfélkapun belépés után mindenki megnézheti az ügyfélkapun keresztül, hogy mettől meddig jelentette be a munkáltató. És ha az nem úgy van, ahogy ő tudja, akkor a hatósághoz, a munkáltatóhoz kell fordulni a tisztálása érdekében. Ennyi lett volna a mondat. Egyeztetett időpontban elmegyünk az adott vállalkozás telepére, és
és teste szabad tanácsokat ad neki, egzém utányítani egy vonatkozásában. Az egzém külföld irányában is nyitott, a posztai képviseletet tavaly előtt megerősítette, tavaly pedig nyitott irodát Isztambulban, illetve Belgrádban. Amennyiben esetleg önök közül valaki ilyen relációval számít, tervez kiszállítani, és mondjuk ilyen biztosítási vagy finanszírozási pillanatban segítséget kér, forduljanak hozzánk, összehozzuk a megfelelő képviselőkezető kollégával. A kormány meghirdette a déli és keleti nyitás politikáját, ennek eredményeképpen egyrészt a kereskedőházat megerősítette, és nagyon sok lokációban van már magyar képviselet, mert hát mi is Exim, például a biztosítási terjedékben kifejezetten a nem meg és nem felett OECD relációból jövő webeket tudjuk biztosítani. Mi a szegedi képviseleten a legtávolabbi reláció, ami nálam fölmerült, az egy brazil levő minősítésű biztosítása volt. Itt ezen az ábrán röviden összefoglaltuk, hogy milyen tevékenységünk van nekünk. Egyrésztről amit látod, ez a Mozaiszon, az EHP, ez azon finanszírozási termékcsomagnak az összefoglaló neve, amelyet már említettem, amikor a kereskedelmi bankokon keresztül finanszírozunk, de tudunk közvetlenül is finanszírozni, ezek ez a két irányban mondjuk így finanszírozási vonalon, ezek megépnek, amikor mondjuk egy kereskedelmi bankot adunk forrást, és egy új exit refinanszírozott hitelt ad egy vállalkozásnak, amögé tudunk esetleg adni hitelfedezeti bankgaranciát. Ez akkor szokott segíteni, hogyha a minősítés alapján tudja vállalni, hogy belintézett a finanszírozás, mondjuk a biztosítékokban vita van a felek között, vagy nincs még megegyezés. És a biztosítást említettem, gyakorlatilag azt kell tudni róla, hogy ha nem EU vagy nem fejlett OECD relációból jövő vevővel tárgyalnak önök, és mondjuk fölmerül a halasztott fizetés igénye, akkor mi mind Exim le tudjuk biztosítani ezt a vevőt. Ez az ábra az egyik leginformatívabb az előadások tapasztalatai alapján. Tehát azt emelném ki, hogy mi a kereskedelmi bankoknak 0,7%-on adjuk a forrást, és azt mondjuk nekik, hogy a különböző Eximre vonatkozó szabályozások betartása mellett maximum 4%-os kamattal tudják marzsra, tudják továbbadni, ezt adhatják tovább a vállalkozásoknak. Mindenesetre ez a 4,7% ez egy ilyen elvi maximum, mert ma már ott tart a verseny a bankszektor részére, hogy a két éven túli konstrukciót, akár egy 5 éves tartós forgeszköz finanszírozó hitelt fel lehet venni. Szóval hogy ezen termékek esetében 2015-ben a teljes kereskedelmi banki szektor által alkalmazott hitelkamat, amiben benne volt a referenciakamat és a bank marzsa is, 1,62% volt. És igazából, hogy ez egy általános érték, nem tudom megígérni mindenkinek, hogyha a bankjukhoz fordulnak, akkor ilyen áram kapnak majd forrás, hogy ilyen ajánlat kapnak, de nagyságrendileg segít elhelyezni azt, hogy az Exim források körülbelül milyen kondícióval érhetők el. Itt láthatók azon kereskedelmi bankok, amelyek szerződésben állunk, ma már 23 hitelintézettel vagyunk kapcsolatban. Nem az érzem, hogy mindenünk megtalálja a finanszírozás vagy finanszírozó partneri banki által az ábrán, rajtuk keresztül lehet igényelni ezeket a termékeket. Nagyon röviden a termékkollektánkról, ma már ugye ott tart az innováció és a termékfejlesztés az Exim-en belül, hogy minden üzleti ciklusra tudunk adekvát finanszírozást ajánlani. A balra jobb a dolgot a felső részletes képsávban. Azt mondom elmondani, hogy megfogalmazódik egy beruházási érkezés, mondjuk egy pályázat kapcsán, akkor tudnak beruházási ügyet igénybe menni, vagy leasing finanszírozást. Hogyha már megvalósult, mondjuk a beruházási egyszerűen csak a forgeszköz finanszírozás igényt szeretnék kérdíteni, azt tudom adni különböző forgeszköz finanszírozó hiteleket. És hát a vegetorsó oszlopon van már a 3 méter realizálásban sor, tehát legyártották mondjuk a terméket, vagy a szolgáltatás, tehát már nyújtó volt a vevő felé, vagy csak az 3 méter realizálásban hátra, akkor tudunk faktori termékkel segíteni, vagy esetleg meg tudunk finanszírozni a külföldi partnereket, hogy megvegye az önök által végzett, vagy készített terméket. Úgy említettem a különböző beruházás és forgeszköz finanszírozókat, hogy ilyen hitelfedezeti garancia termékést tudunk segítségünkre
szolgálnak. Tehát nagyon röviden összefoglaltuk itt, hogy a különböző terményeknek mik a fő úgymond haszonérvei. A leglényegesebbet hadd nincsen meg. Itt most azon termékek jellemzői láthatók, amikor exportot várunk el, mint Exim alapvetően onnan indult a tevékenységünk, hogy a hazai export bővítését segítsük ebben a termékeinkkel. Ezek a konstrukciókra az jellemző, hogy nagyon alacsony gondra léphetünk el, azonban mégsem tartalmaznak tőle a kortámogatást, és ami talán a legfontosabb haszonér a konstrukciókkal kapcsolatban, hogy a kamat fix a teljes kamat alatt. Azt szoktam elmondani ezeket az előadásokon, hogy egy hármas szerencsés együttállás van a piacon. Egyrészt rekord alacsony szinten vannak a kamatok, referenciakamatok. Nekünk például az euró referenciakamatlábon az mínusz 0,75%-ot csökkent, nem is olyan sokára. Tehát rekord alacsony vannak a referenciakamatok, vannak állami szerepvállalással elérhető nagyon kedvező kamatozási források, és van egy versenyű bankszektor, amely főleg a vállalati szektor iránt jelentődő, és a különböző KKP iránt. Tehát nem mindig voltak így a módban együtt, ha mondjuk a 2009-es évre visszagondolom, akkor igen nehéz volt a finanszírozáshoz jutni Magyarországon. Ma már hál' Istennek erre beszélünk, de lényeg, érdemes kihasználni ezt az állapotot, és ajánlatot kérni a bankjuktól, és ezen az alacsony kamat szinten befixálni a finanszírozási költségeket, akár egész hosszú utam időre. És ez a termékünk, ami itt most látszik az ebben, ez a versenyképességet javító felkonstrukció. Gyakorlatilag ez egy új irány, egy új vonal az Eximen belül. Itt nem várunk el exportot. Ezt a terméket azon vállalkozások is ügyébe tudják venni, amelyek csak kizárólag belföldre értékesítenek, csak forint árbevételük van. Ez tavaly került át hozzánk az MNB-ből, és azt kell elmondani, hogy ez viszont tartalmaz kamattámogatást kötelező jelleggel. Mind a két vonal, tehát amikor exportot várunk el, vagy ezzel a konstrukció mindösszesen mire igaz az átlagos 1,6%-ot. Amit még itt megkülönbözteti ezt a terméket az előző termékcsomagtól az az, hogy beruházási hitel esetén akár 15 éves futamidővel lehet igényelni, forgászkész hitelnél pedig 3 évvel. A beruházási hitelnél azért azzal kell számolni, hogy azért 10 év nagyjából az, ami tapasztaltunk valamilyen, az az inger küszöb, ami fölé általában bankok nem mennek ajánlatodással. És hát itt az előadás legvégén nagyon röviden erről a lehetőségről szeretnék még ennek beszámolni. A magyar kormány úgy döntött, hogy a világban különböző alapjaihoz csatlakozik. Ezek ilyen pénzügyi alapok, növekedési alapok, különböző összegekkel 20-50 millió dolláros megcsereldés. A lényeg az, hogy a hazai vállalkozások, akár a KKV, és olyanok is, amelyek mondjuk fővállalkozók nem tudnának megjelenni egy ilyen nagy volumenű projektben, plusz munkához, munkalehetőséghez és bevételhez jussanak. Ezek a világbanki projektek jellemzően feltörekvő régióban valósulnak meg, és Magyarországon a mezőgazdaságot, az egészségügyet és a vízgazdálkodás jelölte meg egy preferált három ágazatot, amiről úgy gondolta a kormány, hogy ezek azok a területek, amelyekben a magyar tudás, a know-how világszínvonalon még versenyképesebb, mint a többi ágazatban. Tehát elsősorban ezekre fókuszálom, de más projektekben is adott esetben tudunk csatlakozni. A lényeg az, hogy az Eximen belül lett jelölve egy kollega, aki képviseli Magyarországot a világban ülésében Washingtonban rendszeresen, és hogyha olyan vállalkozással találkozunk, hogy egy ilyen előadásra jelentkezik valaki, hogy érdekelne egy ilyen külföldi munkavégzés, volt már benne tapasztalata, vagy szívesen kipróbálná, akkor arra biztatjuk önöket, hogy keressenek bennünket, nyugodtan lehet bennünket és az irodát is, és mi becsatornázunk a megfelelő kollégához ezt a jelentkezést, és megszűrik nyilván az adatokat, a paramétereket, és hogyha sikerülnek összehozzák a feleket, és plusz munkalehetőséghez jutnak. Én szeretem volna gyorsan röviden elmondani, amennyiben kérdésük lesz, akkor szívesen állok a rendelkezésre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
Következő adásunkat május 31-én kedden este 6 órától tekintetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekintetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!